de hogy... hogy ne, nekem ez a dolog nem megy, hogy arra gondoltam, hogy oké, lássuk, hogy inkább mozdul-e a hegy. Hát, ha valakinek így megtetszem, és nem kell oda mennem hozzá, mert én arra képtelen vagyok. Értitek? Hát kilőne magának egy ilyen alacsony bakot. Velem olyan nincs, hogy egy tekintet rám szegeződne, mert nincs akkora arcom, mint ami ahhoz kéne, hogy valaki az én méreteimmel csajozzom. Pedig izomzatom mondjuk van, csak hát az is méretarányos. Így meg a legtöbb, amit egy csajból ki tudok húzni, az az, hogy aranyos. De most itt vagyok 10 centivel magasabban, a fényben. Végre van, aki engem néz, és itt talán lehet is esélyem, mert például a kokáért ott van a Tom Cruise. Ő talán még alacsonyabb is nálam, mégis aki csak akar a faszára húz. Szóval figyeljetek, lányok! Ha egy érző szívű, de akkor is, hogyha egy érzéketlen sztárra vágytok, hát most itt vagyok, pár perc múlva meg szerintem a pultnál leszek, egy ilyen produkció után úgyis tártkarokkal várnak a szeszek. Gyertek nyugodtan oda hozzám, jobb fej leszek, mint Darth Vader, vagy a fia Luke, de ha túl félénkek lennétek, az sem para, ott a Facebook. A profilom képemény ilyen fekete-fehér, én vagyok rajta, hogy profilból mosolygom, vagy inkább nevetek. Végül is kilátszanak a fogaim, és az már úgyis nevetésnek minősül. Na, lényeg a lényeg, Bognár Péter voltam, aki ki tudja, lehet, hogy hamarosan nősül. Mocskos vagy, Petike, mocskos vagy, jó? Te! Hölgyek, a telefonszám 06. No, már nem fér bele az időben, annyira tudatosan csináltad. Számoljunk, de csak a hölgyek számolnak most vissza, hogy 3... 2... 1... Milyen sor lesz a pultnál, te? Végig tapsolunk, 7-esen intunk, a csajtól kapta a 7-est. Rossz előjel, igen, a fiúktól többet kapott. Szóval a 7,5, az már jobban hangzik. 8! 9! 9,5!